Hát hiába volt az a 8 gól, gondolom, ez semmit sem gyógyít azon a sebben, amit most kaptatok. Sajnos nem, igazából teljesen máshogy játszottunk, mint szerettünk volna. Nagyobb ellenállást akartunk tanúsítani, ebből semmi sem jött össze, sem a védekezésben, sem a támadásban. Agresszívebben kellett volna játszanunk, ebből tényleg semmi nem jött össze. És szerinted miért? Mert nyilvánvalóan egy akkora lelki teher is volt rajtatok, és szerintem ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, főleg ez a megemlékezés is itt az elején, vagy éppen mondjuk Bulatanit a hiány, de én azzal kezdtem, és száfolj meg, hanem így van, hogy nyilván ennél azért több volt ez a vereség. Hát így van, ezért is fájom, mert én úgy érzem, hogy azért ekkora különbség nincs a két csapat között. Szomorú is, hogy most nem ezt tükrözte az eredmény. Biztos vagyok benne, hogy megviselte a csapatot egy ilyen megemlékezés meccs előtt. Én úgy gondolom, hogy fontos volt, mindenképpen fontos volt, de megviselte a csapatot, még hogyha próbáltuk ezt leküzdeni is. Mindent megtettünk. Én úgy gondolom, hogy akaratban nem volt hiány, de kevesek voltunk most. Hogyan tovább, mert nyilvánvalóan akkor ebből föl kell állni, és hát itt voltál, hallottad Kösner Vilmos szavait, azt mondta, hogy itt azért most ennek következménye lesz. Mire számítasz? Én úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést vissza fogjuk nézni, szükség is lesz rá levonni a tanulságokat, aztán majd meglátjuk, megpróbálunk talpra állni és menni tovább, csinálni a dolgunkat és szépen befejezni tényleg az évet. Érdekesség egyébként, hogy ennyire megvert benneteket a Győr, ti viszont ugyanígy meg tudjátok verni az utánatok érkezőket, tehát akkor ilyen nagyon nagy szakadékok vannak az első, a második, meg a harmadik csapat között, az is egy nem annyira úgymond előnye a magyar bajnokságnak. Igen, lehetséges, hogy benne van, bár én azt mondom, hogy nincsenek ekkora különbségek, ezek mindig a pillanatnyi forma, és most tényleg, most nagyon rosszul jöttünk ki ebből. Reméljük, hogy látjuk majd szebbik arcotokat is, köszönöm szépen Mörter Renátának, és jön az a